Köszöntöm a Mozaik nézőit! Ünnepi hangolódás, szépségideálok és példaképek. Többek között ezek mai műsorunk kulcsszavai, ennél többet egyelőre nem árulok el, csupán annyit, hogy érdemes lesz velünk tartani. Mai műsorunkból. Erdélyben is divat a szépészeti beavatkozás. A plasztikai sebészet jelenlegi trendjeiről, elérhetőségéről és veszélyeiről beszélgetünk. Karácsonyi dekorációs tippeket is hozunk. December a példaképek hónapja a Mozaikban, ezúttal egy fiatal fuvola művésztel ismerkedünk. A Teleki Tékában jártunk Bolyai János nyomában. Bolyai János neve mindenki számára ismerős lehet. A híres matematikusról azonban sokan nem tudják például azt, hogy hegedű játéka is kiemelkedő volt. Stábunk a Teleki Tékába látogatott azért, hogy többet tudjon meg a híres polihisztorról, akinek minden bizonnyal példaértékű az életpályája. November 3. 1823 Bolyai János hadmérnök hadnagy temesvári állomáshelyéről levelet írt matematikus édesapjának Marosvásárhelyre, amelyben tudomására adta, hogy kidolgozta a nem euklidészi geometria elméletét, és ezáltal a semmiből egy új, más világot teremtett. A levél annyira jelentős a tudomány történetében, hogy bicentenáriumát az UNESCO is fölvette a kiemelkedő évfordulók közé. De ki is volt Bolyai János? Apja az elszegényedett nagybirtokos családból származó Bolyai Farkas, akinek eszét és polihisztor természetét örökölte. Az oktatását illetőleg tudjuk, hogy kivételes tehetséggel rendelkező gyerek volt, tehát már gyermekkorában megmutatkozott a zsenialitása. Az iskoláit sokkal kevesebb év alatt végezte el. 15 évesen gyakorlatilag már letette a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban a záróvizsgát. Előkészítettem ezt a 4 sort, amelyet beleírt nyilván latinul a könyvbe 15 évesen. Állt helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. Ez egy nagyon érett 15 évesnek a gondolata, és úgy gondolom, hogy ezek a gondolatok, ezek végig vezettek az ő egész életén. Bolyai János a Bécsi Hadmérnöki Egyetem hallgatója lett 1818-ban. Azonban az itt töltött évek csalódást jelentettek számára, ugyanis nem tanultak annyi matematikát, amennyit szeretett volna. Tulajdonképpen Bécsről kellemesebb élménye a bécsi hangversenytermek, színházak, opera és balett volt, ezt tudjuk a visszaemlékezéseiből, illetve azt is tudjuk, hogy nem csak hallgatta és élvezte a zenét, hanem ő maga is tagja volt egy olyan kvartettnek, amelyben a későbbi udvari első hegedűs volt a karmester. Tehát virtuóz hegedű játékát már az egyetemi évek alatt elismerték. Erről későbbről is vannak információink. Tehetsége és tudása ellenére kora nem értette meg őt. Ennek több oka is lehetett. Munkái nem kerültek be a tudományos világ körforgásába, ma úgy neveznénk ezt, hogy rossz volt a marketing stratégiája. De nagyban hozzájárult meg nem értettségéhez az is, hogy erősen introvertált személyiség volt. Érdemes beszélni itt az egyik főművéről, ami szintén publikálatlan maradt, az Üdvtanról. Ennek a kéziratai is, a több száz oldalnyi kézirat itt van a Teleki Tékának a kézirattárában, és várja a tanulmányozókat. Ha egy mondatba kellene összefoglalni ennek a, hát igazából ez egy filozófiai rendszer, ez az Üdvtan, amelyet Bolyai János dolgozott ki. Ha ennek egy mondatban kellene összefoglalni a lényegét, akkor azt mondhatnánk, hogy Bolyai János szerint a tudománynak és a tudásnak az a feladata, hogy az emberiség boldogságát, a közboldogságot előmozdítsa. Kiemelkedő munkái azt bizonyítják, hogy Bolyai János nagyon sokoldalú személyiség volt.
Ezt a sokoldalúságot illusztrálja a Marosvásárhelyi telekitékában megtekinthető tárlat is. Itt mi őrizzük a 14 000 oldalnyi kéziratát Bolyai Jánosnak, tehát itt van nálunk a telekitékában a bolyai hagyaték. Ezek közül is néhány ki van állítva. A lényeg ennek a bemutató az volt, hogy matematikáról nem beszéltünk, hanem csak a más jellegű dolgairól Bolyai Jánosnak, és hát rögtön középen van a muzsika tannak egy oldalához kinyitva a kézirat. Ez egy hatalmas kézirat egyébként, és hát gyakorlatilag ez a muzsika tan egy zeneelméleti munka, amelynek a keretén belül a zenét, a muzsikát Bolyai János behelyezi abba a filozófiai rendszerbe, amelyet az Üdvtan című munkájában kidolgozott. 12 kategóriát jelöl meg az Üdvtanba, és ebből a 12 kategóriából a szép tanok közé, a művészetek, a szép tanok, a művészetek, szép tanok közé tartozik a zene, a muzsika. Bolyai János személyisége, története a mai napig tartogat meglepetéseket számunkra. Kétségtelen azonban, hogy munkásságának fontossága megkérdőjelezhetetlen. Amelyet nagyon fontosnak tartok Bolyai János személyiségében, az a merészség. A merészség, amivel merte másként nézni a dolgokat. Úgy gondolom, hogy mindenkor ezt értékelték benne a leginkább, de ma, amikor tényleg olyan távlatok nyílnak előttünk, amelyeket még talán 5 évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna, most tudjuk igazán értékelni azt az embert, aki ezelőtt 200 évvel mert olyan távlatok fele nézni, amely számára is teljesen elképzelhetetlen volt. A tökéletesnek nevezett szépségideál hosszú évekig csak a nagyon gazdagok számára volt kifizethető álom, gondoljunk csak a filmvilág sztárjaira. Sokáig nem is tudtuk, hogy a tökéletes mosoly, makulátlan bőr és hibátlan alak mögött többek között ráncfelvarrás, ajakfeltöltés, mellimplantátum vagy fül-orrplasztika lehet. Ma azonban a hasonló beavatkozások már egyre elérhetőbbek az átlag emberek számára is, ráadásul nem csak Amerikában vagy Nyugat-Európában, hanem itt Romániában, így Erdélyben is. A plasztikai sebészet jelenlegi trendjeiről, elérhetőségéről és veszélyeiről Jankó Botond plasztikai sebésszel beszélgetek. Szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok, sziasztok! Hogyan látod az utóbbi időben ezt a folyamatot? Mennyire vált népszerűbbé a plasztikai sebészet? Valóban egy növelő tendenciát mutat, lévén, hogy az életszínvonal is úgymond egy növekvő tendencián megy keresztül, és vannak bizonyos szakmai ágak, ahol úgy belsőleg, mint külsőleg kötelezve vagy, hogy a maximumot hoz ki magadból, és nem érezheti a, úgymond a kliens, vagy akivel kapcsolatban jössz, hogy fáradt vagy, hogy nem alszol, hogy ez a, tehát ilyen... Leterheltséget. Igen, tehát leterheltséget, uh-huh. És ezért nagyon sok paciens... válaszza a úgymond az esztétikai beavatkozásokat, esztétikai procedúrákat. Uh-huh. Igen, mert hogy itt nagyon sok széles körű valójában, hogy milyen típusú beavatkozások vannak. Vannak, amik tényleg szükségszerűek, indokoltak, ugye vannak azok, amelyek a fáradtságot kívánják elfedni, stb., amiről te is beszélsz, de melyek a legnépszerűbbek? Mondjuk fogalmazzunk ezzel a szóval, hogy a legtrendibb beavatkozások, mert most ennek is van egy trendje, ha így mondjuk. Így van. Tagja vagyok a Nemzetközi Plasztikai és Esztétikai Sebészeti Szövetségnek, és minden évben kihoznak egy statisztikát, ami mutatja, hogy melyek a leggyakoribb úgymond beavatkozások. Uh-huh. Ugye a 2023-as év még nincs lezárva, ezért a legutolsó statisztika a 2022-ös, ami azt mondja, hogy első helyen a mellimplantátumok vannak, tehát a mellnagyobbítás, második helyen a zsírleszívás különböző zónákban, harmadik helyen a szemhéjplasztika, negyedik helyen a hasfalplasztika, és úgymond a top 5-nek az ötödik helyén a mellfelvarrás úgymond, tehát a mellszövetnek
a lelógó mellszövetnek a normális pozícióban való visszahelyezése. Egyébként közrejátszik az is, hogy egyre népszerűbbek a plasztikai beavatkozások például ezek, mert egyre sikeresebbek is ezek a műtétek, egyre kevésbé veszélytelenek? Igen, és úgymond nem mondanám, hogy napról napra, de rohamosan új technikák és metódusok úgymond fejlesztődnek ki, és a rekuperálás is egyre rövidebb, az eredmények is egyre jobbak, és ezért valóban... Az árak is elérhetőbbek? Mondhatni, igen. Kik keresnek meg általában, akár a korosztály tekintetében, illetve a nemek tekintetében is kíváncsi lennék? Igen, tehát nagy átlagban 25-45 év közötti nő paciensek a java része, de ez nem azt jelenti, hogy más kategóriák nem keresnek meg, tehát például a múlt héten is volt egy 75 éves női paciensem, aki nagyon kedves volt, azt mondta, hogy az unokái azt mondták, hogy haragosan néz rájuk, pedig ő nem nézett haragosan, csak ráncolva volt a homloka, és ezt egy kis botoxsal ki tudtuk korrigálni, hogy az unokáknak jobban tudjon örülni, és az unokák is tudjanak neki jobban örülni. Valamint volt például egy 21 éves női paciensem is, aki egy gyerekkori műtét miatt egy száj zónában levő aszimetria miatt keresett meg engem, és azt próbáltuk korrigálni hialuronsavas injekcióval. Ebben a két példában nagyon jól látszik az, hogy van, aki tényleg egy nagyon feltűnő deformitást szeretne korrigálni, a másik kategória pedig, amikor tényleg még inkább szebbnek szeretne valaki tűnni. Például biztos vannak ilyenek is, hogyha plasztikáról beszélünk, akkor látjuk ezt a különböző közösségi médiai felületeken, hogy megkeresik a plasztikai sebészt, és mutatnak egy fotót, hogy így szeretnék kinézni. Neked volt már ilyen esetet, hogy így keresnek meg, hogy mutatnak egy fotót, ez tényleg már úgy van, mint a fodrásznál? Nagyon sok esetben előfordul, és vannak bizonyos helyzetek, amikor valóban segítenek a fotók. Például én is szoktam a pacienseknek ajánlani olyan esetekben, amikor például egy száj hialuronsavas injekcióról van szó, vagy egy orrplasztikáról, hogy keressen ő egy olyat, amit szeretne, amit úgy elképzel. Viszont nagyon fontos ezt tudni, hogy mindenkinek az anatómiai adottságai mások, mi amennyiben tudjuk, és amennyiben a paciensnek az anatómiája engedi, tudjuk adaptálni az úgymond általa vélt ideálishoz. De kell tudja minden paciens is, hogy nekünk is megvannak a limitjeink. Tehát nem tudtok mindenkiből Angelina Jolie-t készíteni. Igen. Amikor megkeresnek téged, akkor mit tartasz fontosnak hangsúlyozni egy konzultáció során? Tehát a konzultáció tulajdonképpen az első kapcsolat ugye a paciens és az orvos között. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy meghallgassuk, hogy a paciens mit szeretne. És elmagyarázzuk, így ahogy mondtam, az anatómiai adottságai és a technológia ötvözetével megpróbáljuk neki átadni azt az ideális eredményt, amit általunk el tud ő írni. Ez ami nagyon-nagyon fontos. Uh-huh. Kell tudjon a komplikációkról, fel kell tudjuk mérni a haszon és a kockázat közötti különbséget. Milyen veszélyei lehetnek a beavatkozásoknak, így ha például párat elmondanál, vagy mennyire gyakori ez? Igen, tehát minden úgy sebészeti, mint nem sebészeti a minimál invazív procedúráknak, tehát benne van a pakliban mindig, hogy komplikációk alakulhatnak ki, erről a paciens kell tudjon. Ez előfordulhat egy minimális véraláfutástól, egy komplexebb hematóma, egy nagyobb anatómiai zónában felgyülemlő vér, vagy szeptikus komplikációk, tehát befertőződhetnek azok a sebek, hogyha ugye nem tartja be a paciens a műtét utáni indikációkat, javallatokat. Akkor előtte egy nagyon nagy sor vizsgálat előzi így van, ezt meg, így van, hogy tényleg így van. Mire tehát lehet azért, hallamos. Hogy tudjuk mindenféle szempontból optimizálni a procedúráinkat, vannak bizonyos kivizsgálások, amiket mindenképp el kell végezni. Tehát fontos a jó orvos megkeresése így ezen van, a területen is. Van. Történt-e már olyan, hogy valaki elégedetlen volt mondjuk az operáció után? A mi szakmámban ugye, aki azt mondja, hogy minden paciense 100%-osan meg van elégedve, az szerintem nem mond igazat. Tehát mindenképp előfordul. Ezért is hangsúlyozom, hogy a lényeg az, hogy a konzultáció során minél közelebb kerüljünk a közös nevezőhöz, és győződjünk meg mi is, mint orvosok, ehhez viszont nagyon jó emberismerő kell lenni, hogy érti a paciens, és tehát érti, amit elbeszélgettünk, és
tisztában van azzal, hogy milyen eredményt lehet kihozni. Az az eredmény egyébként egyből látható a műtét után? Vannak procedúrák, ahol igen, vannak procedúrák, ahol időbe telik. Ott például egy megimplantátumnál, amikor elaludtál, akkor van egy térfogatum elszöveted, amikor felébredtél, akkor már az implantátumok be vannak helyezve, és akkor már úgymond a végleges eredmény, végül is nem végleges eredmény, de már látszik a radikális változás. Végleges eredmény, ami után a kezdeti gyulladásos folyamat lecsillapodik, tehát ameddig az implantátum elhelyezkedik, tehát akár 6 hónapig is eltarthat. Különbséget kell tenni, ugye, ahogy mondtuk, a kiugró testi esztétikai hibák plastikázása, illetve az olyan plastikai szépészeti beavatkozások terén, akár olyanoknál, ahol már előnyösen néz ki az illető, de szeretne valamit javítani. Ez esetben te mit szoktál mondani, például próbálod őt lebeszélni, vagy irányt mutatni neki, hogy nem biztos, hogy van erre szüksége? Igen, tehát mindenképp ugye nekünk orvosoknak nagyon fontos, hogy a paciensek felé úgymond, tehát bizalmat is tápláljunk, de viszont csak ott avatkozunk be, ahol indikációját látjuk a dolgoknak. Tehát el kell magyarázni a paciensnek, hogyha véletlenül egy olyan procedúráról vagy beavatkozásról van szó, aminek nem látjuk feltétlenül indikációját, el kell magyarázni, hogy az eredmény nem feltétlenül lesz nagyon látványos, illetőleg tisztában kell lenni a paciensnek az elvárásaival is. Igen. Tehát azért, hogy szeretnénk rendet is tenni a plasztikai sebészekről való gondolkodásban, olyan szempontból én, ahogy így láttam például a te megosztásaid alapján is, hogy itt tényleg vannak indokolt beavatkozások, úgyhogy nem csak arra kell gondolni, hogy mindenki a száját szeretné feltölteni, de hát ki, ahogy szeretné, ugye úgy cselekszik. Mi az, amiért szereted a szakmádat, és mi az, amiért ezt a szakmát választottad? Hát a plasztikai sebészet az ugye egy gyönyörű szép sebészeti ág. És ugye a medicina sebészeti ágának az a része, ahol tulajdonképpen összekombinálódik egy kicsi művészettel is ez az egész dolog. És ugye mi ellentétben más sebészeti ágakkal mi a felszínen dolgozunk. Tehát például ugye egy általános sebész laparoszkóppal eltávolítja az epehólyagot például, a paciens rendben van, külsőleg nyoma nincsen. 3 kicsi, 1 cm-es vágás. Az urológus ugye úgy utakon keresztül felvezet egy műszert, eltávolít a prostatából egy darabot. A fülorgégész szájon keresztül a mandulát eltávolítja. De mi a felszínen dolgozunk, tehát mi mindenféle beavatkozás, amit elvégzünk, annak nyoma marad, látható nyoma marad, ezért feltétlenül is, tehát oda kell figyeljünk minden egyes kicsi részletre, bármit is csinálunk. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk erről, és remélem, hogy sok jó gondolatot indítottunk el az emberekben, így van. Helyre tudják tenni ezt a dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. A karácsonyi időszakban még azok is kedvet kapnak lakásuk dekorálásához, akik az év többi napján kevés időt szánnak erre a foglalatosságra. Mindenhol fények és csillogás vesz körül, de hogyan találhatjuk meg a számunkra a legmegfelelőbb dekorelemeket? Karácsonyi dekortippek következnek, tartsanak velünk! A karácsonyi időszak számos lehetőséget teremt otthonaink dekorálására. Decemberben ünneplő beöltöztethetjük lakásunkat, a különféle dekorelemek szinte bárhol és bármilyen mennyiségben feltűnhetnek, mert mindaz, ami az év többi napján túlzásnak bizonyulna, belefér a karácsonyi csillogásba. Hát a decemberi dekorálást jó idejében elkezdik az emberek. Kezdődik ugye a dekor az adventi koszorúval, a hagyományos adventi koszorúval, ugye, ami karácsony előtt 4 héttel már az asztalunkat idíszíti. Az adventi koszorúk megjelenését követően a kül- és beltereinket sorra hódítják meg a fényfűzérek, a gyertyák, a legkülönfélébb díszek. A karácsonyi ünnepkör hagyományos színein túl napjainkban már a színpaletta végtelen árnyalataiban készülnek dekorációk. Otthonaink díszítésének egyik fontos kérdése a számunkra legalkalmasabb színvilág megtalálása. Általában annak függvényében dől el egy lakásban, hogy milyen színű a dekoráció, tehát annak függvényében, hogy milyen kiegészítő elemek vannak a lakásban, milyen színű a szőnyeg, a függöny, ezekhez szokták társítani a dekor színét. Nem feltétlenül
arra megyünk rá, hogy az idén mondjuk a fehér a divat, vagy bármi más, hanem mi talál az illető személynek a lakásában. Egy karácsonyi asztaldíszt fogok készíteni. Ennek az asztaldísznek az alapja egy mácsonya alap, amelyet színeztem türkiszöldre. Ezüst kombinációval fogom feldekorálni, elegánsnak tartom, és egy olyan színkombináció szerintem, amely nagyon sok lakásba talál. A kezemben egy spéci fenyőfajtát, amelynek Nobilisza neve, tartok. Holland fenyő, ennek az a sajátossága, hogy nem hullatja el a tűleveleit, hanem akár egész tavaszig is megmarad. Híve vagyok a természetes dekorelemeknek, úgyhogy ebben a karácsonyi asztaldíszben is fogok használni néhányat. Amikor dekorációkat készítek, és több dekorelemet használok, az egyik szabályom az, hogy csoportosítom őket, tehát nem teszek egyet ide, egyet tova, hanem általában, ha kettőt használok, akkor egymáshoz közel teszem, ugyanúgy a tobozt is, egymáshoz közel, ugyanúgy a többit is. Utólag a fehér színt is beviszem a dekorációmba. Valóban az adja meg a, szerintem, a télies mi voltát. Az ünnepi dekoráció központi eleme a karácsonyfa. Az idők folyamán rendre változott mindaz, amit fenyőinkre aggattunk. Napjainkban ezek feldíszítésének csupán a képzeletünk szabhat határt. Valóban sokat változott a karácsonyfa díszítésének a módja. 16. században kezdődött a karácsonyfa Németországból, pontosabban Berlinből indult ez a szokás, ami végül aztán hagyománnyá vált, tehát a németek kezdték el, ők dekorálták fel az első karácsonyfájukat dióval, mogyoróval és almával. Na ugye a diótól, a mogyorótól és az almától eljutottunk most a különféle díszekig. Csili-vili díszek, színesek, angyalkák, mindenféle, ami elképzelhető, és hópelyhek, csillagok, holdak, nagyon-nagyon sok mindent szoktunk feltenni a karácsonyfára. A környezetbarátok is tudunk lenni, ugyanis nagyon-nagyon szép terméseket tudunk begyűjteni. Itt mondanám a tobozokat, többféle tobozt ismerünk, és ezeket a tobozokat különféleképpen színezhetjük. Tehát akkor is, hogyha fehér a fám, akkor is a rózsaszín, a fámnak a díszlete pontosabban, akkor is, ha türkiszöld mondjuk, bármilyen színnel tudom őket színezni. Nem csak tobozok, hanem vannak más termések is. Mácsonyát is tehetek, makkokat is, diókat is. Ugye a dió egy hagyományos dekorelem, azt is különféleképpen színezhetem. Például nagyon jól néz ki, ha arany színre vagy ezüst színre van festve, és fel van téve a fára. Az esztétikai és környezetbarát szempontokon túlmutatóan a dekorációink legfontosabb irányelve a biztonságosság legyen, tanácsolja Tünde. Egy kis elővigyázatossággal sok apró balesetet elkerülhetünk annak érdekében, hogy valóban örömteli, békés maradjon az ünnep. Következő vendégem egy igazi példakép lehet bárki számára. Székelyudvarhelyen született zenész családban, édesapja fuvola osztályában kezdte a zenélést. Majd Budapesten tanult a Bartók Béla Művészeti Liceumban, egyetemi tanulmányait pedig már Németországban végezte summa cum laude minősítéssel. Bármerre is járt a világban, tudta, hogy itthon szeretné kamatoztatni a külföldön megszerzett tudását. Nem véletlen, hogy jelenleg a Marosvásárhelyi Filharmónia fuvola művésze. Otthonról, kitartásról és persze zenéről beszélgetünk hamarosan. Yeah.
Vendégem a sárga kanapén Sándor Ágnes Klára alias Clarissima. Szia, szeretettel köszöntelek. Szia Laura, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Sokan, akik követnek téged mondjuk a közösségi média platformjain, Clarissimaként ismerhetnek téged. Miért választottad ki a fuvolát hangszeretként? Mennyire játszott az közre, hogy édesapád is ezt a hangszert választotta és ezt oktatta? Hát az annyiban játszott közre, hogy ezt a hangszert ő választotta nekem, és ebből ez nem volt annyira egyszerű, hogy én akkor ezt megálmodtam magamnak, szívesen mondanám, de nem így volt, hanem azért, hogy komoly viták voltak, hogy gyakorolni kell. Uh-huh. Ugyanakkor többször elhozott engem például ide koncertre, és amikor azért megláttam ezt a gyönyörű szép koncerttermet a Kultúrpalotában, azt a színpadot, akkor már azért el tudtam volna képzelni, hogy egyszer én is ott álljak, és én nagyon örülök és hálás vagyok, hogy megálmodta nekem ezt a szakmát. Akkor ez egyike azon kevés történeteknek, amikor ez jóra fordul, hogy a gyereknek választnak valamit ki, mert ugye legtöbbször azért fellázadnak, de hogy te megszeretted ezt a hangszert, és valójában nem lázadtál ezzel ellen, hanem sőt jó volt. Így tanulmányaid van. A Székelyudvarhelyen kezdted, majd pedig külföldön folytattad. Miért? Hát azért, mert az alapfokú képzés itt nagyon-nagyon jó Romániában is, és nagyon-nagyon hálás vagyok az alapokért, amit kaptam. Ugyanakkor a középfokú és a felsőfokú képzés azért, hogyha az ember nyugatabbra megy Magyarországon, és Németországban sokkal jobb, és szerettem volna, amíg fiatal vagyok, amíg erre lehetőség van, minél több helyről, minél többet tanulni. Mit követelt meg ez végül is, hogy te elmentél külföldre, és folyamatosan ugye a tanulmányaidat a legjobb helyen, a legjobb mesterektől tanultad a szakmát, azért ez áldozattal is járt. Hát igen, azért ez nem könnyű ez pszichésen, mert egyrészt ahhoz, hogy egyáltalán ezekbe az intézményekbe bekerüljünk, így 50-100 magunkkal kell egy hangszeren, tehát ez most például a fuvolán megmérkőznünk más tehetséges fiatalokkal egy-két helyért, tehát ennek van egy pszichés vonzata, és én Budapestre is 15 évesen egyedül mentem el, én bentlakásos diák voltam. Nehéz volt, az egy nagyon korán, és nehéz volt az, hogy amíg mások hazamehettek hétvégente a szüleikhez, én ott kellett maradjak, mindamíg nem kötöttem olyan barátságokat, hogy akkor én is volt, ahol volt, legyek hétvégén, tehát az első év főleg azért nehéz volt. És folyamatosan egy cél lopogott a szemed előtt, az volt, ami motivált? Igen, mindenképpen hát szerettem volna, amikor már elmentem Budapestre 9. osztálytól, akkor már tudtam, hogy zenész szeretnék lenni. Azt nem tudtam, hogy pontosan milyen téren, hogy most én zenekarban szeretném, vagy inkább többet szólózni, vagy tanítani szeretnék. Most ötvözöm ezt a hármat gyakorlatilag, de a hangsúly a zenekaron van, és így láttam előre, hogy ez irányba kell elmozdulni és dolgozni. Sosem gondoltál arra a külföldi kintléted alatt, hogy a terveiddel ellentétben mégiscsak ott maradj és ott próbálj szerencsét? Őszintén nem, mert én mindig annyira szívesen jöttem haza, mindig innen repültem Dortmundba Marosvásárhelyről, tehát ez a marosvásárhelyi reptér szinte az otthonommá vált, és emlékszem arra az érzésre, hogy mindig szomorúan könnyek közt mentem el, akár mennyire szerettem kint tanulni, úgy, mikor lejárt az itteni szünidő, az egy borzasztó érzés volt, és mindig, amikor elkezdett lefele szállni a repülő, és megláttam így a hegyeket, a dombokat, és láttam, hogy mindjárt ott vagyok a reptéren, ez meg mindig fantasztikus érzés volt, és elgondoltam magam, hát, hogy én miért szenvedjek, egy életem van, hogyha itthon jobban szeretem. Jobban akkor, érzed itthon. Igen, és ahogy az évek teltek, én szinte 15 évet voltam távol, és ahogy az évek teltek, ez egyre inkább nyilvánvaló volt számomra, hogy honvágyam van. Nem múlt a honvágy, hanem erősödött. Ez az igazság. Akkor tényleg jó, hogy itthon vagy. Mi a legnagyobb tanulság, amit mégiscsak a külföldi léted ugye megmutatott számodra? Hát gondolom, hogy mivel sokat voltam egyedül, én azért sokszorozottan éreztem azt, hogy akkor lehet elérni sikereket, hogyha ezek után a kudarcok után, amit az ember ugye nem lát, mert hajlamosak vagyunk mi mindenhol csak ezeket a sikereket megmutatni, a kudarcok után igenis fel kell állni, és hogyha egyedül vagyok, akkor is fel kell állni, és sokszor az volt egy tanulság, és az volt nehéz megtanulni, és nehéz átélni, hogy egyedül vagyok a problémáimmal. Beszélj egy picit arról, hogy mit jelent számodra a klasszikus zene.
Új, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Itt maradhatunk ugye egész este, akkor erről beszélgetni. Nem, igyekszem összefoglalni. Hát igazából a klasszikus zene az egyszerre egy munka nekem, mivel hát ebből élek, viszont egy kikapcsolódás is egy hobbi is, hogy nagyon-nagyon szeretem csinálni, és úgy, nyilvánvalóan a koncertekre való felkészülés az fáradtságos munka, rengeteg óra gyakorlás gyerekkortól, egyedül a szobában be is lehetett tőle. Igen, ez a rengeteg gyakorlás is zenészre. Azt, hogy egyedül a négy fal között, tehát ettől beledilizni. Van kedvenc tételed is esetleg, hogy melyik lenne az? Nagyon-nagyon érdekes kérdés ez is. Szeretem például Vivaldinak a fuvola versenyeit, a nagyon fuvolaszerűek, a tételei kontrasztosak, a komoly, magasztos tételek váltogatják egymást felüdítően, játszani és hallgatni is felüdítő gyors tételekkel, virtuóz tételekkel. Most is egy gyors tételt fogunk megmutatni egyébként itt a Marosvásárhelyi Filharmónia előadásában, és a te előadásodban ugyanakkor mondtad, hogy ez egy igazi barokk rock zene. Igen. Úgyhogy most ezt fogjuk megtekinteni. Oké. Ez gyönyörű volt valóban, és tudni kell rólad még azt is, hogy a koncerttermek mellett jelen vagy a közösségi média platformjain is, több tízezres követőtáborod van. Honnan jött az ötlet, és miért volt számodra fontos? Ott is hallgathatunk gyönyörű, hasonló részleteket. Hát még mester is diák voltam, amikor az Instagram oldalamat, mert ott van a hangsúly, az Instagram oldalamon van a hangsúly, ott oda posztolok a legtöbbet. Nem csak koncertfelvételeket, ez hasonló koncertfelvételeket posztoltam ott, hanem szinte napi rendszerességgel azt a napi munkát, pont ami a négy fal között ott történik a színfalak mögött, és beszéltem nyíltan és őszintén a kudarcaimról is, és szerintem ez sok mindenkit érdekelt. Én is nagyon-nagyon meglepődtem, hogy mennyi mindenkit. Tehát ez az, amit próbálsz közvetíteni, hogy egy picit belelássanak abba, hogy mi van a munka, a háttérmunkában, és minek az eredménye ez, amit hallhatunk. Így van. Illetve a nehézségei is. Így van, és hogy mi is emberek vagyunk, hiába, hogy látnak minket a színpadon, és hogy ez milyen szép, és szépen fel vagyunk öltözve, mégis csak emberek vagyunk, és mi is élünk át kudarcokat, ugyanakkor sikereket. És nagyon sok mindenkit érdekel ez, úgyhogy jó ezt látni, tehát igen, több mint 40 ezeren vannak a követőid között, hogy talán
találnak meg, akkor még gyűjtsünk párat. Jaj, hát Clarissima Flute néven találnak engem. Ezt keressék, és akkor hát ha olyanok is közel kerülnek a klasszikus zenéhez, akik egyébként úgy nem feltétlenül, tehát hogy ez tényleg fontos egy picit ember közelibbé tenni. Igen, ez nagyon-nagyon fontos nekem is, hogy főleg fiataloknak esetleg egy példát mutathassak, hogy ez is egy járható út, és egy nagyon-nagyon-nagyon szép út, hogyha valaki szereti a klasszikus zenét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok neked. Jaj, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. További kulturális események ajánlójával folytatjuk. A kimenő következik Vince Simó Franciskával. Szép jó napot kívánok, sziasztok! Ma december 19-e van, és egy újabb kedd. 1915-ben ezen a napon született Edith Piaf, francia chanson énekesnő, és 1975-ben szintén ezen a napon jött világra Csányi Sándor, Jászai Mari díjas magyar színművész. Ez itt újra a kimenő, nézzünk bele a kínálatba. Elektra az a gitárhúr, amit mindannyian megpengettünk, az a hang, amelyet sokszor elnyelt a belső lényünk. Elektra nem más, mint visszafojtott tenni akarásunk, tehetetlen pillantásunk a villamosból a zöld park felé. Elektra egy kopogtatás a szomszédban, csak az ajtót saját életed nyitja ki, és nem tudod, beenged nekem. Elektra a csend, melyből a tekintet halkan énekelni kezd. Mi egy koncerttel készültünk. Elektra december 21-én este 8 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Az egyiptomi keret inkább háttere, mint lényeges alkotó része Verdi dalművének. A nagy olasz mester, aki egy életen át az emberiség örök szenvedéseiről, szerelemről, féltésről, bosszúról énekelt, s a nagy eszményekről, melyek a 19. század olasz történelmét telítették, hazafiasság, a néphez való hűség, az otthon imádata. Verdi az Aidában is hű maradt önmagához. Aida december 25-én 18.30-tól a Kolozsvári Magyar Opera színpadán. Mi egy bankrablás egy bankalapításhoz képest? Kérdezi Brecht, hírhet Bicska Maxi a világ színpadain, csak nem 100 év óta újra és újra, hiszen mindig voltak olyanok, akik saját birodalmuk építéséhez inkább mások zsebébe nyúltak, s épp úgy voltak közöttük kistílűek, mint nagyban utazó gazemberek. Koldus Opera december 22-én este 7 órától a Csíki Játékszín színpadán. Eddig tartott a mai kimenő, Edith Piaf szavaival veszek búcsút önöktől. Akarni kell a jót, s a rossz a múltba hull. Viszontlátásra! Mai műsorunk nem érhet véget anélkül, hogy ne fejezzük ki legmélyebb részvétünket a székelyudvarhelyi tragédia áldozata családjának. Felfoghatatlan veszteség egy ragyogó, fiatal életnek így módon bekövetkező vége. Osztozunk a család gyászában, erőt kívánunk az elviselhetetlen elviseléséhez. A sérült áldozatoknak mielőbbi gyógyulást, felépülést kívánunk, az osztálytársaknak, barátoknak, tanároknak pedig lelki erőt a továbblépéshez. Én megköszönöm mai figyelmüket, a holnapi viszontlátásra.